semleges térfél. Szurkolók a magyar fociról, feketén-fehéren. Találkozunk minden vasárnap, élőben. Keresd minket a Facebookon, és iratkozz fel a Semleges Térfél YouTube csatornájára. Véget ért a nyár, nyakunkon van szeptember, és az ősz első hónapjának első napjaiban rendezik az OTP Bank Liga 7. fordulóját. Most pedig elkalauzolunk benneteket a forduló beharangozójába. Lássuk, hogy mi vár ránk ezen a hétvégén. A nyitó mérkőzést ezúttal is a Loki játsza, viszont most hazai pályán, jól megszokott kis környezetünkben, a Nagy Erdei Stadionban fogadjuk a Haladást, amely meglehetősen gyengén kezdte az idei szezont, de az utóbbi években mindig megszenvedtünk ellenük, úgyhogy fel kell kötnünk a gatyánkat, egy elég nagy pofonba szaladtunk bele az előző héten Kispesten, úgyhogy remélhetőleg a játékosok észhez kapnak, és nem kezdenek el ismét alibi produkcióval előrukkolni hétről hétre, mert eddig nem ezt láttuk tőlük az előző 5 fordulóban. Ha ez így lesz, akkor azt gondolom, hogy van esélyünk legyőzni a Haladást, de hogyha megint ezt a teszetosza ide-oda passzolgatós és leszarom mentalitást fogjuk nyújtani, akkor az is benne van a pakliban, hogy elveszítjük a mérkőzést. Én most egy picit pessimista vagyok, úgy érzem, hogy 1-1 lesz a végeredmény, de cáfoljanak rám a srácok, de én most úgy érzem, hogy ez döntetlen lesz. Ezt nem kell túl sok szót vesztegetni, egyértelműen debreceni győzelmet várok, és úgy gondolom, hogy megérdemelni ez a csapat, hogy minél több szurkoló látogasson ki Debrecenbe. Na hát a Haladás az szerintem bűngyenge, a Debrecen meg elég erős is tud lenni, hogyha nagyon akarnak játszani a srácok. Reméljük, hogy majd akarnak amúgy, és akkor szerintem a Haladás egy óriási nagy ruhával fog hazamenni Debrecenből, akkor a nagy melegítő alsót szabnak majd királyra, hogy nem tud majd abba hazautazni, ez biztos. Úgyhogy szerintem a Debrecen simán be fogja húzni ezt a meccset. Itt egy 2-0-es eredmény fog születni, ami nem nagy meglepetés, ez nagy varázsgömb, nagy különösebb nagy jó tehetség, nagy tudás sem kell. A Debrecen egy jól összerakott csapat, a múlt heti produkciója ellenére is ezt gondolom, és a Haladás igazából csak vergődik ebben a bajnokságban. Látszik, hogy mindenféle kor és kór problémákkal küzdenek. Úgy gondolom, ez a mérkőzést a hazaiak könnyedén fogják majd abszolválni, több gólos győzelemre gondolok. Ami fontos, hogy igazából én úgy érzem, hogy Debrecenben megtalálták a relatív jó kezdőcsapatot, hál' Istennek egyre többen járnak mérkőzésre is, és most talán már egy 5-6 ezer fős nézősereg is összejön majd, hiszen úgymond egy könnyed gála mérkőzés is lehet majd ez a mérkőzés. Meglátjuk, hogy alakul, bízok a legjobbakban. Én úgy gondolom, itt a mérkőzést a Debrecen maga biztosan fogja abszolválni a gyengécske Haladás ellen. Na ez az a mérkőzés, ahol a Loki mindenképpen kell, hogy egy kicsit megmutassa, hogy milyen erőt is képvisel. Itt egy hazai győzelmet tippelek, ezzel is úgy gondolva, hogy a debreceni srácok egy kicsit vissza csalogathatják Herceg András jó kedvét, ha sikeresen abszolválják ezt a mérkőzést. Folytassuk a túránkat Diósgyőrben, a megújult stadionban, ahol a hazai csapat hát eddig nagyon nem azt a produkciót nyújtja ebben a szezonban, amit a szurkolók várnának és talán megérdemelnének. Vannak gondok Diósgyőrben továbbra is, úgy látom, hogy edzőkérdés is van, úgyhogy hát nem lesz egyszerű dolguk a csertői legénység ellen. Ezen a mérkőzésen én jó esetben egy döntetlent vizionálok diósgyőri szempontból, de oda kell figyelnünk, mert lehet, hogy csertőjék behúzzák ezt a meccset. Egy olyan mérkőzés, ami ugye nagyon-nagyon fontos a diósgyőriek szempontjából, talán az edzők szempontjából is, hiszen úgy hallottuk, hogy felkészülhet már egy másik edző Fernando háta mögött, úgyhogy jó lenne, hogyha a Diósgyőr begyűjteni ezt a 3 pontot, és maradnának az NB1-ben. A Diósgyőr itthon fogadja a Paks csapatát, ami a Semleges Térfél szereplők között is erősen megosztó, és nagyon bízom abban, hogy meg tudjuk őket verni, hiszen tavaly olyan csodáról lehetett részünk, hogy kapura lövés nélkül sikerült legyőznünk őket. Ami lehet, hogy azóta bekerült a Guinness rekordok könyvébe. Hát, hétvégén szerintem X lesz. Jó lenne nyerni, de ahogy észrevettem Fernandón,
ha már egy pont van a zsebben és az megőrizhető, akkor arra nagyon keményen rá tudunk gyúrni, hogy azt megőrizzük, talán már a támadásokat is feladjuk. Fene tudja. X-re tippelek, de mondjuk ez egy nagyon 3-esélyes meccs, mert a Paks előszeretettel megver minket, bár mondjuk ki nem. Úgyhogy nagyon bízom abban, hogy nyerni fogunk. A szívem azt diktálja, hogy nyerünk, az eszem azt diktálja, hogy X lesz. Minden esetre kimegyünk a stadionba, megpróbáljuk kiszurkolni a győzelmet, rajtunk biztos, hogy nem fog múlni. Szóval DVTK Paks 1-1. De én azt gondolom, és ez tényleg csak tipp, a többi az természetesen tudás, hogy a Paks fog előny szerezni, és a DVTK fog kiegyenlíteni. És a DVTK mintha azért feljövőben lenne, bár nagyon akadozik az a játék, de azért úgy most már úgy talán a gólszerzésnek az ízét is megkóstolták egy kicsit. A Paks meg gyenge kezdés után erősen visszaesett, úgyhogy szerintem ez egy reális forgatókönyv lesz. Én úgy gondolom, hogy a Diósgyőrben most, hogy a tettek mezeire léptek, és elküldtek játékosokat. Nem lennék meglepve, hogyha előbb-utóbb elköszönnének egymástól a diósgyőriek és Fernando, de majd meglátjuk. Szóval úgy gondolom, hogy a Diósgyőrnek ezt a mérkőzést magabiztosan meg kéne húznia. Bár most ez az utolsó pillanatos 10 emberre való győzelem a Paksnak, ez mit jelentett? Ez nagyon érdekes lesz számomra, de szerintem a Diósgyőr valahogy ezt a meccset be fogja húzni. Én úgy érzem, hogy most, hogy a úgymond fékeket, ahogy a vezetők gondolhatják, elküldték. Szerintem most el fog indulni a Diósgyőr fölfele, és végre lesz győzelem is. Itt a két csapat jelenlegi formáját látva bármi megtörténhet. Diósgyőr ugye otthon bárkit képes elcsípni. A Paks ugye egy rendkívül biztos, mondjuk úgy trezor szintű védekezésből igyekszik valamilyen lehetőséget, illetve az ellenfél hibájából lehetőségeket kicsikarni. Én úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés döntetlennel fog végződni. Mezőköves Puskás Akadémia, hát erre a hétre is jut egy falusi rangadó, ami igazából senkit nem érdekel. Úgy gondolom, hogy nem is nagyon érdemes a szót vecsérelni erre a párosításra. Egy döntetlen vizionálok, de lehet, hogy a Mezőkövest elveri a gyengécske felcsútot, ahol szintén voltak most személyi változások a hétközben. Itt talán azt mondanám, hogy jelen pillanatban a Mezőkövesdiek, akik közelebb állnak a győzelemhez. A múlt héten egy jó mérkőzést vívtak a Ferencvárossal, de a szimpatikus vesztes szerepét töltötték be. A szimpatikust itt most egy kicsit idézőjelbe teszem, hiába ülnek olyanok a kispadon, akik talán egy kicsit kedvesek a szívemnek. Hú, ez most a NER csapatok óriási összecsapása, azon se lepődnék meg, hogy valami zöld asztalnál dőlne ennek a mérkőzésnek a végeredménye. De ne legyünk ilyen rossz indulatúak. A Mezőkövesd az eddig jól teljesít, a Puskás az nagyon szarul teljesít, de most meg fogja szerezni az első győzelmét. És talán ezzel a 3 ponttal Bencés Mikinek is megmenekül az állása. Mezőkövesd felcsút 1-1. Hát itt nem kutatom az okokat. Ámen, 1-1. A Mezőkövesd nem játszott rosszul a Fradi ellen, de nem bírta kihasználni azokat a helyzeteket, amik adódtak, és a végén érkezett Böde ugye, és elszálltak. Én úgy gondolom, hogy most az 1 pont simán meg lesz. Most ugye erősített a Puskás, a héten bejelentettek egy újabb magyar tehetséget, remélem végezitek az iróniát a hangomban. Sajnos nem magyar játékost igazoltak, de én úgy gondolom, hogy ez egy jó 2-2 lesz szerintem, ez gólgazdag döntetlen. Én azt gondolom, itt az elképzelhető. Egy olyan mérkőzés lesz, ami bárhogy alakulhat. Valószínűleg a felcsút tovább folytatja a veszőfutását. Úgy gondolom, hogy ha a Mezőkövesd azt a játékot mutatja, amit a múlt héten a Ferencváros ellen, akkor győzni fognak. Én úgy gondolom, hogy ezt a Mezőkövesd meg fogja nyerni. Egy gólos Mezőkövesd, tehát hazai győzelmet várok, illetve tippelek. A forduló egyik rangadóját Újpesten rendezik a mögöttem látható Szusza stadionban. A hazai lilafehérek a Honvédot fogadják, amely eddig egyetlen vereséget leszámítva csak győzelemmel áll a tabellán a második helyen a Fradi mögött. Elég meggyőző szezonrajtot produkál tehát a Subka együttes.
nem nagyon törte meg őket a két sztárcsatáruk elvesztése. Meglátjuk, hogy Újpesten egy elég nehéznek ígérkező megmérettetésen mit képesek nyújtani. Hát az Újpest eddig messze elmaradt a tavalyi formájától, meglátjuk, hogy elkezdik-e végre a felzárkózást. Én most erre a mérkőzésre szintén egy döntetlen, mondjuk egy-egyet tippelek. Újpest-Kispest, ami megint csak egy ugye budapesti rangadó, itt most jelen pillanatban az Újpestet erősebbnek érzem, és úgy gondolom, hogy egy nyögvenyelős mérkőzésen, de meg tudják szerezni a 3 pontot. Ezt egy ilyen óriási X-es meccsnek gondolom. A Honvéd, ha megrázza magát, akkor képes bárkit elverni, de valahogy nem tudnak stabilan jó teljesítményt nyújtani. Úgyhogy egy ilyen óriási X lesz ez, mondhatjuk, hogy bennük van az X. De amúgy meg az Újpest lassan eladja az össze egész csapatát, úgyhogy lehet, hogy kisebb tudnak majd állni. Á, Újpest-Kispest. 2-1, hazai győzelem. Rendkívül örülök, hogy ez lesz a végeredmény. Arra azért kíváncsi lennék, hogy milyen ritmusban esnek a gólok, de sajnos erről nem kaptam leírást, igaz, nem is kértem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis mérkőzés lesz. Benne van ez a pakliban egy esetben, hogyha végre sikerül összerakni a játékunkat, és mondjuk a tavasszal mutatott formát, vagy egy-egy elmérkőzésen mutatott formát sikerül hozni, akkor egyáltalán nem lehetetlen. Még akkor is, ha a Honvéd egyébként nagyon jól össze van rakva, Supka mester meglepően jó munkát végez úgy, hogy a csapatnak a gerince, vagy a csapatnak az eleje, az távozott a Kispestről. Én úgy gondolom, hogy az Újpestnek jót tett a pihenő, az, hogy nem játszottak a Videótonnal. Volt egy kis ideig összeszedni magukat. Én úgy gondolom, hogy az Újpest ezt a mérkőzést, hát, ha nem is egyszerűen, de kinkeservesen legalább egy döntetlenre meg fogja otthon tartani. Azt nem merem kijelenteni, hogy ezt a mérkőzést az Újpest mégis nyeri. Azban biztos vagyok, hogy a Honvéd szerintem ezt a mérkőzést nem fogja tudni megnyerni, és ugye, ahogy mondtam, én ezt egy X-nek érzem ezt a mérkőzést, és én úgy gondolnám, hogy az Újpest megnyerni ezt a meccset. Na de így, hogy Tisler átment a Honvédba, nem is tudom folytatni a gondolatmenetet, meglátjuk. Én azt mondom, döntetlen. Ezen a mérkőzésen szerintem pont az lesz a döntő, hogy melyik csapat lesz egy kicsit taktikusabb, rafkósabb. Én úgy gondolom, hogy döntetlen lesz, leginkább azért, mert az Újpestet otthon mégis nem könnyű megverni. A Honvéd most ugye lendületben van, de szerintem Vinyevics mester azért megtalálja azt a lehetőséget és azt a megoldást, amivel a elmúlt fordulóban nagyon eredményes csatárokat úgymond hatástalanítani tudja a saját védelmével. MTK Kisvárda, azt gondolom, hogy az egyik legsimábbnak ígérkező összecsapás ez lesz a hétvégén. Az MTK eddig nagyon lehengerlő és abszolút meggyőző teljesítménnyel rukkolt elő. Mondtuk ezt mi is, hogy hiába újoncok, komolyan kell velük számolni. A Kisvárda meg még mindig Kisvárda, hiába az újabb sztárigazolás Ukrajnából nem ütik meg az NB1-es szintet. Úgyhogy én azt mondom, hogy 3 gólos MTK győzelem fog születni. Itt nincs vita, egyértelműen MTK stílus győzelmet várok. Feszkó Tomás nagyon összeszedte ezt a csapatot. Azt szokták mondani, hogy a frissen főjutott csapatokat viszi tovább a lendület, amivel fel tudtak kerülni. Én ezt úgy gondolom, hogy itt nem csak az a lendület van, hanem a szokásos MTK stílus, és legalább ők az NB1-be valók, nem úgy, mint az ellenfelük. Hát az MTK az nagyon jól kezdte ezt az idényt. A Kisvárda meg megmutatta ellenünk, hogy tudnak ők focizni, hogyha akarnak, még akkor is, hogyha valamelyik játékosukon plusz 20 kiló van, de az MTK-t biztos, hogy nem tudják legyőzni hazai pályán. Szerintem az MTK nagyon stabil, ők lesznek az év meglepetés csapata, úgyhogy az MTK biztos nyerni fog, és hogyha Andrást kéne idéznem, akkor azt mondom, hogy hajrá, kékek! MTK Kisvárda 2-0. Hát, megint azt mondom, hogy a varázsgömböt nyugodtan el lehet dobni, ha valaki ezt a mérkőzést próbálja megtippelni. Az MTK győzelmével
hagyják el a felek a küzdőteret. Kisvárdán meg tudjuk, hogy mi van, épülnek szebbnél szebb dolgok, és épül egy csapat is, de ahogy a szebbnél szebb dolgok sem feltétlenül vannak kész, ez a csapat sincs még igazán kész. Helyesebben maximum azt tudnám mondani, hogy idegileg totál kész vannak. Hát én úgy gondolom, itt nagyon nincs miről beszélni. Ez egy könnyed mérkőzés lesz majd a MTK számára. Kisvárda nem képvisel olyan komoly erőt, hogy itt komolyabb dolgok beleszólhassanak. Ami még fontos szerintem, hogy az MTK-nál azt fogsz dönteni szerintem, hogy mennyire akarnak ők minél több gólt szerezni, hiszen Kisvárda egy jó edzőpartner lehet nekik. Meg fogják oldani ezt a mérkőzést, több gólos hazai győzelemre gondolok itt egy 2-3-0-ra. Szerintem az MTK ezt a meccset meg fogja nyerni, sokkal inkább egységes csapat hatását keltik. Úgy gondolom, hogy előrébb is tartanak a játékban, és erre a mérkőzésre biztos egy-két gólos hazai győzelmet tippelek. A forduló rangadója pedig vasárnapra marad, egy szokatlan időpontban 18 órától rendezik a Ferencváros Videoton szuper rangadót, és egyúttal akkor már itt hívnám fel a figyelmét mindenkinek, hogy emiatt a vasárnapi élő kibeszélő műsorunk egy órával később, tehát 21 órától kezdődik majd a mérkőzésre való tekintettel, úgyhogy majd akkor is tartsatok velünk, de most lássuk először is, hogy mit várunk ettől a mérkőzéstől. Hát a Vidi az ugye kedden még Athénban játszott BL selejtező playoff mérkőzést, és nem tudta kiharcolni a csoportkörbe jutást, viszont szerintem az a mérkőzés sokat kivett belőlük. Nincs olyan bő keretük, hogy tudjanak megfelelően rotálni, ami viszont a szerencséjük, hogy a Fradinál most felforgatták az állóvizet az edzőváltással, és hát hogyha meg akarni látszana ez a lehengerlő teljesítmény, úgyhogy szerintem mind a két együttes nagyon óvatosan fog játszani, ebből pedig egy dögunalmas 0-0 fog kisülni. Ferencváros Videóton a legnagyobb, tehát ebben a bajnokságban ez a legjobban várt mérkőzés eddig, ugye majd a derbit leszámítva. A nemzetközi szereplés szerintem egy kicsit megviselte most a Vidit, bár úgy gondolom, hogy ők most rendelkeznek egy olyan erős kerettel, hogy akár még képesek lehetnének győzelmet aratni, de nem fognak. A Ferencváros otthon tartja a 3 pontot, hiszen mi vagyunk a Ferencváros. Hát hétközben nem sikerült a csoda, nem voltak messze tőle, és ha jól tudom, most nem kértek halasztást sem, úgyhogy le lesz játszva ez a mérkőzés, és szerintem a Videóton ezt most simán behúzza, már csak azért is, mert a Ferencvárosnak tavaszig nem is kell teljesítenie, megmondta a klubvezetés, addig türelem van, nem baj, bármilyen eredmény születik, bíznak Rebrovban, és addigra fog beérni a munkája. Hát persze. Na mindegy, úgyhogy előre felmentették a csapatot a vereség alól, úgyhogy nincs is más dolga a Videótonnak, mint jó megverni a Ferencvárost. Na, és akkor a forduló mérkőzése, Ferencváros Videóton. Itt bizony vendéggyőzelmet mond nekünk onnan föntről valaki, méghozzá 1-2. Hát ugye már előre olvastam én azokat a nyilatkozatokat, amelyek arra mutatnak, hogy itt nem feltétlenül lesz Fradi győzelem, amelyek úgy szólnak, hogy idő kell és türelem kell Rebrovnak, még most nem feltétlenül látszik majd az, hogy mit fog csinálni a csapattal, de lesznek biztató jelek, ugyanakkor az igazi csapatot, amelyet ő alkot meg, azt majd csak valamikor tavasszal fogjuk látni. Hát nekem ezek egy kicsit olyan gyanús dolgok. Azt látom, hogy a Videóton azzal együtt, hogy ugye az előző heti mérkőzésük, bajnoki mérkőzésük elmaradt, igazából nem lehetnek feltétlenül fáradtabbak, mint ellenfelük, de én azt vettem észre ezzel együtt, minthogyha Athénban egy kicsit fásultak lettek volna. Nos, tehát ideig az eredmények, és hogy megmutassam, hogy egyébként nem a levegőbe beszélek, itt mutatom ezt, hogy mit kaptam. Az előző forduló állása, a forduló utáni állapotok, és az eredmények, és ami a legfontosabb, van egy aláírás is. A Fradi szurkolók azért ne örüljenek annyira, ez nem a 3E betű, ez attól egy kicsit több. Rebro Fradia, hát mi nem az övé igazából, itt még formálódik a brigád.
már megjelentek olyan nyilatkozatok, hogy meg akarják magyarázni előre, hogy mi lesz, hogy lesz, és én ebben bízok. És én pont ebben bízok, hogy még nem sikerült annyira Rebrovnak a képzeletét, a gondolatait rárakni erre a játékos keretre, a játékos állományra, és még igazából ez Dol Fradia lesz. És én úgy gondolom, egy szoros mérkőzésen, de nyerhetünk. Most én úgy érzem, lendületben vagyunk, függetlenül kiestünk, jól játszottunk, Athénban is úgy gondolom a második fél időben főkép. A gól után, amit kaptunk, utána nagyon játszottunk, és úgy gondolom, hogy ha lett volna egy rendes csatárunk, aki most már lesz, reméljük játszani is fog minél többet, így már úgy gondolom a támadó játékunk is egyre jobb lesz. Egy szó mint száz, én úgy gondolom ez a mérkőzés videóton győzelemmel fog véget érni sokak meglepetésére, illetve megdöbbenésére, de szoros mérkőzésem, és úgy gondolom itt maximum egy gól fog dönteni. Én egy olyan 2-1-es videóton győzelmet tippelek ide. Sokan azt mondják, hogy a videóton egységesebb csapat képét mutatja. Nyilván ez azért közrejátszik olyan szinten sokak véleménye, hogy ugye együtt is játszanak már nem kevés mérkőzés óta, egységesebbeknek tűnnek. Én úgy gondolom, hogy a Ferencvárosnak, és hát ugye elfogult is vagyok, a Ferencvárosnak ezt a mérkőzést, ezt meg kell nyernie, és én úgy gondolom, hogy egy 1-0-val vagy egy 2-1-jel ezt meg is fogja oldani, mert hazai pályán nincs vereség, és nincs kérdés, és nincs semmiféle megalkuvás. Ez volt tehát a beharangozónk a 7. fordulóra, ahogy említettem, tehát vasárnap 21 órától találkozhattok velünk ismét élőben. Addig is ne felejtsétek, csak a magyar foci, a magyar lávilabda. Ha pedig feltűnik egy semleges térfél, drapéria bármelyik NB1-es meccsen, azt örökítsétek meg és küldjétek el nekünk. Valamilyen ajándékkal biztos, hogy meg fogjuk lepni az illetőt. Hajrá magyar foci, hajrá Diós Győr! Semleges térfél, szurkolók a magyar fociról, feketén-fehéren. Találkozunk minden vasárnap, élőben. Keresd minket a Facebookon és iratkozz fel a Semleges térfél YouTube csatornájára.